Ebben a néhány videóban Yahuwah ünnepeit szeretném bemutatni azoknak, akik ezt meg szeretnék tartani, akik nem, vagy akik más rendszer szerint tartják, semmi probléma, én nem állítom azt, hogy ez a tökéletes naptár, vagy a tökéletes rendszer, vagy mi mindent tudunk. Én azt mondom, hogy mi idáig jutottunk, és mi így járjuk ezt az utat. Úgyhogy ha valaki egyetért ezzel, és szeretne csatlakozni, halleluja, aki pedig más úton jár, szerintem amennyiben az ember teljes erejéből és teljes elméjéből és teljes szívéből az utat járja, nem lesz probléma, és el fog jutni az igazsághoz. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, és remélem, hogy ezt be tudja fogadni mindenki, aki a videót nézi majd. Ebben a részben megpróbálok néhány verset összeszedni, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogyan is működött ez a sátrak ünnepe a múltban, Izrael, illetve a jövevények számára. Ez pedig második krónika, Divri Hayemim Bet, és a hetes fejezet. Ez arról szól, amikor Salamon, vagyis Slomo megépítette a templomot Yahuának, és felszentelte ugyanúgy, ahogyan az udvart is felszentelt, a középső pitvart, itt olvashatjuk, és készen volt mindennel. A 8. versben kapcsolódunk be, amely így szól. És Slomo Salamon ünnepet szerz ebben az időben 7 napig, és vele együtt egész Izrael nagy gyülekezet, mely összegyülekezik Hámántól fogva, Egyiptom vagy Mizraim patakáig. A 8. napon pedig gyülekezést tartanának, mert az oltár felszentelését 7 napon át végezték, és az ünnepet is 7 napon át, azaz a sátrak ünnepe volt ez. Ez kiderül egyértelműen, hiszen a 8. nap a gyülekezés napja, amint olvashattuk azt, a 8. napon a berekesztő ünnepen szintén egy gyülekezést kell tartani, és ez a 10. versben így szól, a 7. hónapnak 23. napján elbocsátta a népet sátoraikba, vígan, és megelégedve minden a jók felett, amelyeket cselekedett Yahuwah Dáuddal, Dáviddal, vagy Slomóval, Salamonnal, és az ő népével Izraellel. Nézzük, mi történik a 12. versben. Megjelenik pedig Yahuwah Slomónak, Salamonnak azon éjjel, és mondanék, én meghallgattam a te könyörgésedet, és ehelyett magamnak áldozat házául választottam. És mindez annak az eredménye, hogy Salomó ugyanúgy, ahogy Daud, engedelmesen végrehajtotta Yahuwah utasításait, és őt kereste, amikor döntést kellett hoznia, és alázattal járta ezt az utat. Annak ellenére, hogy a leggazdagabb királynak bizonyult, majdhogy nem az egész történelem során. Ez pedig a következő fejezet, Divrei Hayamim Bet, azaz második krónika, 8. fejezet, 12-13, így szó. Akkor égő áldozatokat áldozék Slomo vagy Salamon Yahuának, Yahuwah oltárán, melyet rakatott vala a tornác előtt. Naponként áldozának azon Mósé parancsolatja szerint, szombatnapon, a hónapok első napjain, nem az új hold napján, hanem a hónap első napjain, ugyanis a hónap első napja az, amit új holdnak fordítanak itt, vagy ott, itt meg hónap első napjának. De ez igazából nem a cél lesz kideríteni, és évenként a fő ünnepeken háromszor, azaz három fő ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepén, ez ugye a Páska utáni egy hét, a hetek ünnepén, ez az, ami Pentekosz, vagy első zsenge, és a sátorok ünnepén, ami ugye Szukót, vagy Sukót. Amíg az emberek szépen betartották az instrukciókat, addig nem is igen volt problémájuk. A következő pedig Esdrás, vagyis Ezra 3. fejezet, mely így kezdődik, mikor pedig eljövi a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban felgyűle a nép egyenlőképpen Jeruzsálembe. Fölkele Jésua, Jósádák fia, és az ő atya fiai, a papok Zorobábel, Sealtiel fia, és az ő atya fiai, és megépítik Izrael hatalmasságának oltárát, hogy áldozzanak rajta égő áldozatokat, amint megvan írva Mosénak az Elohim emberének törvényében.
azaz megcsinálják az oltárt a 7. hónapban, és elkezdik az áldozatokat. Leírja, hogy hogyan építik meg négyes vesítő, és megülik a sátoros ünnepet, amint írva van, és égő áldozatot napról napra szám és szokás szerint minden napit az ő napján, amit olvashattunk, amit az első részben láthattatok, ez az, amit Ezráék újra elkezdtek csinálni. És azután az állandó továbbá a hónapok első napjain is Jahua minden szent ünnep napjain viendő égő áldozatot, és mindazokért valót, akik önkéntesen ajándékozának Jahuának. Ismét csak a hónapok első napjairól és nem az újholdról van szó. De a lényeg ugye arról van szó, hogy ők ismét elkezdték a sátoros ünnepet tartani. Tehát a 7. hónap első napjától fogva kezdének égő áldozatot áldozni Jahuának, amikor Jahua templomának alapköve még nem tétetett le. Azaz ők tudták, hogy ennek jelentősége van, és amennyiben engedelmesen és alázattal járják az utat, Jahua támogatni fogja az ő törekvéseiket mindaddig, amíg az ő javukat és Jahua dicsőségét szolgálja. Ezért kezdték el csinálni ezeket a rendeleteket újra. Ez pedig Nehemiah, vagy Nehemiás, 8. fejezet, mely ugye Ezra vagy Ezrás idejében történik. És így szól, mikor pedig eljövő a 7. hónap, és Jesel fiai az ő városaiban lakozának, felgyűl az egész nép egyenlőképpen a piacra, mikor a 7. hónapban, mely a vizek kapuja előtt vala, és mondák az írástudó Ezrának vagy Ezrásnak, hogy hozza elő a Mosé törvényének könyvét, melyet parancsolt vala Jahua Jesrálnek. Ugye látjuk azt, hogy ők tudják, hogy mi volt a rendelet, hiszen olvastuk, hogy ekkor az ünnepeken fel kell olvasni a törvényt, hogy az emberek tudják, hogy mi az ő feladatuk, és hogyan kell élniük, amennyiben valóban bennük él a Szent Szellem, és a hitük megvan. Ezt tudjuk, hogy már akkor is hit által élt az ember, hiszen Habakkuk 2. fejezet 4-es vers egyértelművé teszi, hogy az igaz ember a hite által él. 2. vers előhozzá azért Ezra pap a törvényt a gyülekezet elejébe, férfiak és asszonyok, és mindazok, akik azt értelemmel hallgathaták a 7. hónap első napján, azaz elkezdték olvasni a törvényt. Ugye mindenki összegyűlt, és ott olvasta előttük, fölállt egy fa emelvényre, az összes pappal és előjáróval, és felnyitott és elkezdett olvasni. És hatos vers így szól, és áldá Ezra Jahuát, a nagy hatalmasságot, és felele rá az egész nép felemelkezekkel, amin, amin. És meghajtva magukat leborulának Jahua előtt arca a földre, azaz megértették, hogy mi a lényege annak, hogy miért adta ő a törvényeket a népe számára. Ezután a papok elmagyarázzák a népnek, hogy mi mit jelent. 8-as olvasának pedig a könyvből, Elohim törvényéből világosan, és azután magyarázzának, és a nép megérti az olvasottakat. Ez a lényege mind a sabátnak, mind a gyülekezeteknek, és az ünnepeknek, hogy az ember megértse, hogy mi az, amit elvár tőle Jahua. Azt mondogatni, hogy ő hisz, vagy ő szereti, vagy ő imádja, vagy neki ez az élete, az nem lesz elég. A hit cselekedetekben nyilvánul meg. A hit ugyanolyan fontos, mint a cselekedetek. Ezután azt mondja Nehemiah, illetve Ezra és az összes írástudó és léviták, akik magyarázzák, hogy ez egy szent nap Jahuának, és ne keseregjenek, hanem inkább ünnepeljenek, hiszen ez egy szent nap Jahuának. 10. vers, és ne bánkódjatok, mert Jahuának öröme a ti erősségetek. Ezután a léviták elcsendesítik a népet. Ismét felszólítják őket, hogy hallgassatok, mert e nap szent, és ne bánkódjatok. Elméne azért mind az egész nép enni és inni, és részt küldeni és szerezni nagy vígasságot, mert megértették a beszédeket, melyekre őket tanították vala. Azaz meg kellett, hogy értsék, hogy mik az instrukciók, hiszen valakinek meg kellett tanítania nekik azt. 13-as másodnapon pedig összegyűlének az egész népnek, a papoknak, lévitáknak, családfői Ezrához, az írástudóhoz, hogy megértenék a törvénynek beszédét. Azaz összegyűltek a vezetők, hogy megértsék még inkább, hogy mi is az, amiről szó van. Találák pedig írva a törvényben, melyet parancsolt vala Jahua Mose által, hogy Jisrael fiainak leveles színekben kell lakozniuk az ünnepeken a 7. hónapban.
De nem csak ezt, hanem azt, hogy nékik tudatniuk kell, és ki kell hirdettetniük minden városaikban és Jeruzsálemben ezt. Mi is az, hogy menjetek ki a hegyre, hozzatok lombokat a nemes és vad olajfáról. A nemes és vad olajfa jelképezi azt a két, amely az eredeti olajfát, és ami beoltatott. Ezzel is szimbolizálva azt, hogy mind a Huda, a déli királyság, illetve az északi királyság és a pogányok egy lesznek. Mirtus és pálma lombokat, sűrű levelű fáról lombokat, hogy csináljatok leveles színeket, amint megvan írva színek, itt ugye lakóhelyeket jelöl. Úgy, mint vagy sátor, vagy pedig ilyen összetákolt ház. A nép pedig ugye ezt megcselekedte. Kiméne azért a nép, hozzának és csinálának maguknak leveles színeket, vagy házakat, vagy sátrakat, ki a maga háza tetején és pitvaraikban, továbbá Elohim háza pitvariban, az udvaraiban, a vizek kapujának piacán és Efraim kapujának piacán, azaz mindenki megcsinálta, ahol lehetősége volt. Ha valakinek nincs lehetősége elmenni, az megcsinálja az udvarán, a háza tetején, ahol akarja. Csinálja pedig az egész gyülekezet, mely hazatért a fogságból, leveles házakat, a sátrakat, és lakának leveles sátrakban. Mert nem cselekedtek vala így Jahusának, Józsuének, a Nún fiának, idejétől fogva Jésel fiai, mind az napiglan, és lőn felette igen nagy öröm. Azaz a fogságból hazatérve most cselekedik meg először hosszú-hosszú idő óta azt, ami Jahuának kedves. És olvasának Elohim törvényének könyvéből minden napon, az első naptól fogva, mint az utolsó napig, és ünnepenének 7 napon át, a 8. napon pedig egybegyülekezést tartatott a törvény szerint. Azaz ezek az emberek örültek, hogy megtudták, hogy mit kell csinálni, és utána megtartották az ünnepeket, azért, mert tudták, hogy ez az, amit Jahua Elohim szeret, és ő kedvesnek tart. Így működik a hit, ahogyan ezek az emberek cselekedtek akkor. Nem azért vergődtek, hogy ezt már nem akarja, ezt ő nem így gondolta, ezt nem kell már, ezt már betöltötték, meg ez elmúlt, meg ez átok, meg ez rabság. Hanem örültek, hogy megtudták, hogy valaki felolvasta nekik a törvényt, hogy megértették és megcselekedhetik azt, ami Jehova akarata. Úgyhogy érdemes szerintem elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy van egy más megközelítési módja is annak, hogy a törvényt szemléljük. Jézikiel, Ezékiel 45-ös fejezet, 25-ös vers így szól. A 7. a hónap 15. napján az ünnepen hasonlóképpen cselekedjék 7 napon át a bűnért való áldozattal, az egészen égő áldozattal, ételáldozattal és olajjal. Azaz a királyságban is lesz ünnep és áldozat. Honnan tudjuk, hogy ez a királyság? Onnan, hogyha megnézzük 44-es fejezetet, akkor látjuk, hogy és visszavitt engem a szent hely külső kapujának útjára, mely keletre néz vala, és zárva volt. Azaz ez egy látomás a 43-as versben, és vitt engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely napkelet felé néz vala. 42. Kivitt engem a külső pitvarba, az északi úton, és vitt engem a kamarák épületéhez, mely az elkülönített hely ellenében és az épület ellenében észak felé néz. 41. És bevitt engem a templomba, megméri a gyámoszlopokat, hadsing széles vala egyfelől, hadsing széles, másfelől gyámoszlopok szélessége. 40-es pedig így kezdődik 25. esztendeiben fogságunknak, az esztendőnek kezdetén, a hónap 10-én, a 14. esztendőben, azután, hogy a város megveretett, éppen ezen a napon lőn Jahua keze én rajtam, és elvitt engem oda. Azaz ez egy látomás, ahol bemutatja azt, hogy mi fog történni majd a királyságban. És az igaz látomásokban vitt engem Jezreel földjére, és letűn engem egy igen magas hegyre, azon vala, mint egy város épülete dél felől. És oda vitt engem, és ímé egy férfiú vala ott, tekintete, mint az ércnek tekintete, és len zsinór vala kezében, és mérőpálca, és a kapuban áll vala. És mit mondott neki?
és szól a nékem az a férfiú embernek, fia, láss szemeiddel, füleiddel haj, figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked, mert hogy ezeket megmutassam néked, azért hozattál ide. Hirdesd mindazokat, amiket látsz Jisrael házának. Hezekiá könyve a 48-as fejezetben így fejeződik be, és a város neve a ma naptól fogva, ugye ez az a város, amit 40-től 48-ig leír, ez egy jövőbeni profécia, meg még nem történt meg, ahol szintén lesz újhold, sabát, ünnepek, áldozat, és ez lesz tulajdonképpen a királyságnak a fő városa, vagy a pontja, és a neve pedig ott Jahua. Azaz ott fog élni, vagy lakni Jahua, és onnan irányítja majd a királyságát. Innen tudjuk, hogy ez egy jövőbeni profécia. Hosea 12-es fejezet 8-14-ig így szól, ez ugye Hoseas. És Efraim ugyanezt mondja, bizony meggazdagodtam, vagyont szerzettem magamnak, semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, amely bűn volna. Azonban ez nem teljesen igaz, hiszen ha visszanézzünk az elejére a fejezetnek, láthatjuk azt, hogy széllel táplálkozik Efraim, és fut a keleti szél után. Minden nap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek Assírussal, és Egyiptomba, Micraimba visznek olajat. Pere van Jahuának Jahudával is, és megbünteti Jakóbot, az ő utai szerint, cselekedetei szerint fizet meg néki. Azaz, hogy Jahua nem egészen elégedett Efraimmal. És Jahudával, a két királysággal, ugye Jisrael és Jahuda, az északi és a déli királyság. Így szól, hatos vers, térj hát vissza a te hatalmasságodhoz, őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te hatalmasságodban. Azaz arra szólít fel, amire mindig is felszólított mindenkit. Térj vissza az ő utaira, ez az egyetlen út. Ugye ekkor mondja azt Efraim, hogy ő jó úton jár. Azonban nézzük, mit mond Jahua. De én vagyok Jahua, a te hatalmasságod Mizraim földétől kezdve, újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain. Azaz majd ő újra vissza fogja őket vinni abba az a megalázott állapotba, idézőjelben megalázott, nem negatív értelemben, hanem olyan értelemben, hogy alázatosan viselkedik az ember, hiszen ha sátorban lakik, akkor kiszakad abból a környezetből, ahol lakott, akkor vissza felé megy egy olyan állapotba, amikor nem a kényelméről szól, hanem az engedelmességéről. Ezért mondja, hogy visszaviszi őket, és újra sátorok lakójává, tehát hogy alázatosságot tanuljanak, és engedelmességre próbálja őket nevelni. Hiszen ez a lényeg. Mit akar? Azt akarja, hogy tér vissza a hatalmasságodhoz. Hogyan? Őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet. Mi az? Az instrukció jött horra. Úgyhogy látjuk azt, hogy sokkal mélyebb az összes ünnep, mint ahogy azt mi gondolnánk, hogy ez csak egyszerűen egy kényelmetlenség azért, hogy nekünk valamit csinálni kelljen, és hogy ugráltasson minket. Bizonyos dolgokat tanít eközben. Plusz nézi, hogy ki az, aki engedelmes, ki az, aki érti az ő szavát, ki az, aki hajlandó elmenni messzebbre, mint az, aki esetleg csak mondja, hogy ő a hite által üdvözül, és ő kegyelem alatt van. Zekeriá, vagyis Zakariás 14-es fejezet, mely így szól, ími eljön Jahuának napja, és a te prédádat felosztják benned. Ugye ez Jeruzsálem pusztulása és az ellene való hadseregnek a felállásáról szó. Hármas, mert eljön Jahua és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt vala a napon a harcnak napján. Azt tudjuk, hogy ez egy jövőbeni profécia, amely még nem történt meg, hiszen így szól a négyes, és azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amelyel szemben van Jeruzsálem, napkelet felől, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. Azaz ez egy olyan nap lesz, amit nem fog eltéveszteni senki. Miért? Azért, mert így folytatja. Bizony eljön Jahu az én hatalmasságom, minden szent vele. Ez az ötös vers vége. Hatos. És úgy lesz azon a napon, azaz akkor majd a jövőben nem lesz világosság, és a ragyogó testek összezsugorodnak, azaz égi testek, de lesz egy nap, melyet Jahua tud,
se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az estvének idején. Ez egy olyan nap, amit senki nem fog elfelejteni vagy eltéveszteni. E napon lesz, hogy élő vizek jönnek ki Jeruzsálemből, fele részük a napkeleti tenger felé, fele részük pedig nyugat felé. Nyárban és télben lesz. Azaz folyamatosan így lesz az élővíz, az ő szava, ugye erre utal az élővíz. És Jahua lesz az egész földnek királya. E napon egy Jahua lészen, és a neve is egy. Ezután az egész föld síkságá változik, ugye az a terület, visszatér a Jesrael, és ott fog lakni, és Jahua lesz az, aki vezeti őket. Összegyűjti az összes népet Jeruzsálem ellen, és háborúságot támaszt a népek között, akik egymás ellen fognak harcolni, Jahuda is harcolni fog, és ezután megveri az állatokat, ugyanúgy, ahogy az embereket, és akik megmaradnak, azokról ír a 16-os versben, amikor így szól. És lészen, hogy akik megmaradnak mindam a népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek, esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek hatalmasságának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Azaz még akkor is lesz sátrak ünnepe. Miért ne lenne most? Hogy lehetne betölteni, mikor arról ír Hezekiel, Ezékiel, arról ír most Zekeriá vagy Zakariás, hogy még akkor is lesz sátrak ünnepe. De nem csak az, hanem mind a három ünnep lesz, amikor fel kell majd menni. A kovásztalan kenyér, az első zsenge, vagy a Pentekoszt, vagy pedig a sátrak ünnepe. Hogy lehetne ezt betölteni, mikor még itt is arról beszél, hogy lesz. És lészen, hogy aki nem megy föl e föld nemzetségei közül, Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a seregek hatalmasságának, nem lészen azokra eső. Azaz még ugyanúgy meg lesz a következménye, mint ahogy most meg lesz majd. Csak egyszerűen most nem látszik. És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az egyiptomi nemzetség, ő rájuk sem lészen. Lészen az a csapás, melyel megcsapkodja Jahua a népeket, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni. És ez lészen Egyiptomnak büntetése, és mindam a népek büntetése, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni. Egyértelművé teszi Zakaria, hogy még a jövőben is büntetés jár azoknak, akik nem fogják megtartani ezeket az ünnepeket, mert ez fontos számára. Ez az engedelmesség, az alázat jele, ez az, amikor tanulni, vagy emlékeztetni tudja az ember arra magát, és mindazokat, akik az utat járják, hogy mi az ő kötelessége, hogyha és amennyiben közelebb szeretne kerülni a Teremtőhöz. Nézzünk meg egy példát Jehokanan 7-es fejezetből, amely a Brit Hadasából, az Új Szövetségből való, és ez így szó. És ezek után Galileában jár vala Jehosa, mert nem akar vala Judeában járni, mivel hogy azon igyekezének a Jehudimok, vagyis a judeabeliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a Jehudim, a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Mondanának ezért néki az ő atyafiai, menj el innen, és tér meg Judeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, melyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszi titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atyafiai sem hívének benne, az ő atyafiai ugye a Jehudim, a zsidó. A lényeg az, hogy a sátoros ünnep közelgett a 7. hónap 15. napja, és ezt Jeruzsálemben kellett ünnepelni a törvény szerint, fel kellett menni Jeruzsálembe, annak, aki a törvényt követte. Azonban ekkor már Jehusát, a messiákot, a messiást, a megváltót már meg akarták ölni az úgynevezett zsidók, a Jehudim, a farizeusok, az írástudók és a többi. Ekkor pedig így szólt, ti menjetek fel erre az ünnepre, én meg nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én idő még nem tölt be. Ezeket mondván néki, marad a Galileában. Amint pedig felmenének az ő atyafia, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mint egy titkon. Azaz tudta, hogy
A halálát kívánják, és ha elfogják, akkor megölik. Ennek ellenére is felment. Miért? Azért, mert ez volt az igaz út, mert így kellett cselekednie, nem csak neki, hanem mindenki másnak. Hogy tölthette be ezt az ünnepet? Magyarázza el valaki, hogy hogy töltötte be a messiák a sátrak ünnepét. 14-es. Nem csak, hogy felment, hanem már-már az ünnep közepén azonban felmén egy a húsa a templomba, és tanít vala, azaz ott tanított. Úgyhogy ez az ünnep igen fontos, és ezt láthatjuk, hogy a messiák maga az ő cselekedetével is bizonyságot tett arról, hogy a sátrak ünnepe, illetve az összes ünnep, hiszen ő megtartotta az összes ünnepet úgy, ahogy le van írva. Fontos. Ez része annak, amit az Atya számunkra előírt. Természetesen a Malák Jahua, az angyal Jahua által. 37-es versben így szól, az ünnep utolsó nagy napján, az 8. napon pedig feláll a Jahusa, és kiállt a mondván. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ugye ő az életet adó víz. Ez az a víz, amiről olvashattunk Zakariá fejezetében az imént, amikor is arról beszélt, hogy kétfelé élő víz fog Jeruzsálemből keletre és nyugatra folyni. Az élő víz mindig is Jahua szavát jelentette, az Atya szavát, amit Jahusa HaMashiach elhozott és megtestesített, ahogyan nekünk élnünk kellene. Ha ő ott volt, ő ezt cselekedte, azért volt, mert példát akart mutatni, hogy nekünk hogyan kellene. Nem azért, hogy betöltse, hogy aztán azt csináljuk, amit akarunk, hanem azért, hogy megmutassa, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat betölteni, ha mi is be akarjuk ezt a szerepet tölteni. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők a messiák, vagy Jézus Krisztus követői, azoknak szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy amennyiben mi követünk valakit, nem élhetünk másképp, nem tehetünk, gondolkodhatunk, vagy beszélhetünk másképp, mint az a személy vagy karakter, akit mi állítólag követünk. Különben nem követjük. A mintát csak akkor lehet követni, ha úgy cselekszünk, ahogyan ő cselekedett. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők követik a megváltót, úgy kell cselekedniük. Annak ellenére, hogy mi az, amit a világ mond, mi az, amit a legtöbb ember hisz, mi az, amit ez mond, vagy én gondolok, vagy én érzek. És amennyiben így gondolkodunk, és így élünk, akkor fogunk eljutni oda, ahova mindannyian szeretnénk, az pedig a királyság. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!